webshop és olcsó játékok a leírásban. Sziasztok, én Comet vagyok, itt van a nyár. Tudjátok ugye, hogy ez mit jelent? Így van, térnek vissza az easter egg-es videók a csatornára, folytatom tovább ott, ahol abba hagytam. Nos, ez a mai videó nem feltétlenül egy GTA 5 easter egg-es videó lesz, ez egy kicsit más lesz, mint a többi easter egg-es videó, ugyanis ez egy YouTube csatornával foglalkozik. Ez a videó ma. Méghozzá egy eléggé érdekes YouTube csatornával, azt kell tudni róla, ez egy nagyon titokzatos csatorna, nem tudunk róla semmi tényt, szóval csak találgatunk, mármint mi, a nyomozók, úgymond idézőjelve, tehát több külföldi videósnál is láttam, hogy foglalkoztatja ez a nézőket is, és főleg őket, hogy mi is lehet ez a csatorna. Na most az XXII nevezetű csatornáról beszélünk, ez ugye a római számban a 22-t jelenti. Nos, ezen a csatornán főleg 1 és 10 másodperc közötti videókat találtunk, meg régen újabban már töltött fel a felhasználó, aki ez a csatorna, másféle videókat is. Na most ezekben a rövid videókban azt kell tudnunk, hogy ilyen rockstartól kiszivárogtatottnak tűnő képeket, videókat, morze kódokat találunk, illetve nem csak morze, hanem a morze kódok a több fajtában, szóval pipi is, illetve jelekkel, szóval pont vonal, ugye hosszú rövid, ilyen formában is megtaláltunk ilyen kis információkat videókban. Nos, a képeket egyébként úgy találjuk meg, hogy mit tudom én, egy 3 másodperces videóban 1 másodperces a kép, vannak hosszabb ideig megjelenített képek, rövidebb ideig megjelenített képek, a videók címei továbbá szintén elég furcsák, szóval semmi logikát nem mutatnak. Nyilván ez azért lehet, hogy titokzatosabb legyen, és hogy ne legyen olyan könnyű őt megtalálni és leleplezni. Ezt a kiszivárogtató emberkét már, hogyha ő tényleg kiszivárogtató emberke. Ugye a videók címe pont, hashtag, R2, R1, ilyen tök nonsense, ezekre nem is tudok egyebet mondani, tehát értelmetlen címeket ad neki a feltöltő ezeknek a videóknak. És hát ugye képeket mindjárt megnézegetjük, illetve hogy milyen morzekódokat találunk. Továbbá találunk olyan videókat is, amik GTA 5-ös Rockstar Editorral, vagy legalábbis nekem úgy tűnik, hogy azzal készült kisfilmeket mutat be ezekben a videókban, amikben nincs beszéd, és eléggé nyomasztóak számomra. Meg tudjátok nézni a csatornán egyébként, én most a videóban ide nem raktam be ezeket, de a csatornán megtaláljátok őket. Amiknek ilyen normálisabb címe van, azok általában ilyenek. És hát írják is kommentbe, a kommentelőket is érdemes olvasni egyébként ezeknél a videóknál, ugyanis hát ott is vannak komolyabb fejtegetések, persze, mint mondtam, nem tudunk semmit erről a csatornáról. De viszont kezdjük el nézegetni a képeket, amiket kimentettem. Láttatok az első képen egy olyan kocsit, amit jelen pillanatban a GTA 5-ben így nem lehet kituningolni, illetve a háttér is elég érdekes, mintha én nem láttam volna még a játékban a GTA 5-ben ezt az épületet, azt a hidat sem, tehát elég fura, ez az effekt is elég fura, és hát nem tudom, hogy ez most a GTA 5 fejlesztésére, DLC-re utalhat-e, vagy egy GTA 6-ból kiszivárgott kép, esetleg csak az XXII tulajdonosa a bolondját járatja-e velünk, nem tudjuk, de nyilván én nem tudok nektek tényeket mondani, csak azt tudom mondani, amit látok, és hogy én mit gondolok erről. A következő képen azt láthatjuk, hogy egy kis infót csöpögtet el nekünk, innentől kezdve egyébként már gyanús nekem ez az egész srác, szóval nem támaszt alá semmivel semmit, csak állít valamit, amit aztán nem tud ő maga sem bizonyítani. Elég érdekes, szóval azt írja, a következő GTA cím a szériából egy olyan dolog lesz a sorozatban, ami új alapok, tehát a nulláról indul, úgymond, és teljesen új lesz építve az egész, gondolom a fizikára gondol itt, meg az egész menete a dolognak, a grafika is jobb lesz, új animációk lesznek, karakterek, új világ a játékban, tehát maga a világ is új lesz, és ez egy nagy fejlesztés lesz a gameplayben is, és a járművek irányításában is, ha jól értelmezem, de valami nem szó szerint fordítok, csak azt, amit így nagyjából leszűrök a szövegből.
És hát szóval az új GTA játék, ami ugye a GTA 6 lesz nyilván, az egy teljesen új és teljesen különböző lesz a többi játéktól, a többi GTA játéktól. Na most ezt semmivel nem támasztja alá, nem tudjuk pontosan tényleg, hogy ő most tényleg a Rockstar-nál dolgozik el, vagy csak egy ember, aki leült a gépről és kitalálta, hogy na most ő olyan dolgokat fog csinálni, amivel beteti a nézőket, és a Rockstar és a GTA rajongókat. Szóval ez van ebben az üzenetben. Következő képen láthatjuk, ez kavarta fel legjobban az internetet és engem is, a Montchilliard rejtély csak egy vicc a fejlesztőktől, hogy szórakoztassanak, és tudják nagyon jól ők, hogy mindenki kíváncsi. Szóval azt akarja nekünk mondani az XXII tulajdonosa, hogy ő a Rockstar-nál dolgozik, bár ezt nem mondja el, de úgy jelenti ezt ki, mintha ott dolgozna, és hogy hát ez csak egy vicc volt az elejétől kezdve, na már most ez nem újdonság nekünk, srácok, szóval amint megláttuk ugye, amikor megjelent a játék, megláttuk azt a Montchilliardos falfestményt, mi is azt mondtuk, hogy ennek semmi értelme. És hát szóval ez nem újdonság, de nagyon sokan nyomoznak az interneten, több videós is ugye ezzel kapcsolatban, és hát úgy néz ki, ahogy most követgettem újra, ugye kerestem videóanyagot, hogy miről legyenek már az easter egg-es videók a jövőben, és hát találnak új dolgokat az emberkék, úgyhogy úgy néz ki, hogy valamerre haladunk, bár ez nem tény. Nyilván lehetséges, hogy csak azért rakta be a Rockstar ezt a sok easter egg-et és a Montchilliard rejtét is, hogy szórakoztasson minket, hogy kutassunk, de nyilván szeretünk kutatni, úgyhogy igazából ez nem újdonság. Nyilván nem támasztja alá ezt semmivel, szóval mindenki azt hisz, amit akar. Valaki azt hiszi, hogy tényleg csak szórakoztatás, valaki szentül hiszi, hogy valami még lesz a játékban, azzal akár a jetpackkel, akár a Montchilliardi hegyrajzzal, nem tudjuk. De haladjunk tovább a következő képre. Na most itt egy felhívást adott ki, hogy csinál egy XXII Nation nevezetű, szóval ilyen kis szövetséget, ami arról fog szólni, hogy vannak ugye más kiszivárogtatók, más cégeknél gondolom, tehát játékokkal kapcsolatban, és erre a csatornára, az XXII Nation nevezetű csatornára, amiért vagy ez, vagy csinált egy másikat, én nem tudom, szóval, hogy erre a csatornára gyűjteni össze több kiszivárogtató embernek a dolgait, és itt láthatnánk, hogy mit terveznek akár a Rockstar-nál, akár máshol, más játékoknál, ilyesmire, ahogy én ezt értelmezem. Láthattok egy sima Interceptor rendőrautót, ami a játékban nem megtalálható sima autóként, de itt a jobb oldalon láthatjátok, hogy de. Na most ezt simán már lehet annyival magyarázni, hogy modol a csávó, tehát ért a programnyelvet és tud modolni, és átalakította úgy a rendőrautót, hogy sima autónak nézzen ki, vagy azt is láthatjuk, hogy akár, hogy jönni fog majd a Interceptor, mint sima utcai autó. Ezt sem tudjuk nyilván átállamasztani. Mindenki azt hisz, amit akar, én csak bemutatom nektek, hogy mi az, ami nekem érdekes volt. Ez a kép az egyik személyes kedvencem, az a Ford Crown Victoria a bal oldalon, az a piros színű, egyszerűen szemorgazmusom van tőle, olyan gyönyörű, illetve a Priori, a Peyote, a jobb oldalon a matrica bombákkal és a megemelt elejével is. Ó, nagyon-nagyon remélem, hogy ez tényleg valamikor meg fog jelenni a játékban, ez a lowrider, ez a két lowrider, hiszen ez fantasztikusan néznek ki, komolyan. Annyira gyönyörű, hogy öröm nézni. Látjátok, effekt is van rajta, a grafika is szerintem egy kicsit szebb, mint szokott lenni, illetve azt gondolom, tudjátok, hogy a bal oldal megtalálható Crown Victoria a GTA 5-ben jelen pillanatban nem található meg, csak a GTA 4-ben volt megtalálható, ha jól emlékszem, szóval most vagy a GTA 6-ból egy kis jel nekünk, vagy csak egy átbaszás szintén, nem tudom. Nyilván ti se tudjátok, ez csak azt tudja, ki a csatorna. Hú, hát ez már megint érdekes. Ez egy koreai szöveg. És olvastam kommentben, hogy ez mit jelent,
és azt írták a felhasználók többen is, hogy a cím azt jelenti, hogy waiting, tehát a várakozás, amit a képen láthattok szöveg, az XXI előtt, ugye ez a korainak tűnő szöveg, nem tudom egyébként milyen, de nem angol, idegen nyelvű szöveg, azt jelenti, hogy jó ötlet, hogyha gyűjted a pénzt. Szóval sose hülyeség, hogy gyűjted a pénzt, vagy valami ilyesmi. Angolul láttam ugye leíró a kommentbe, szóval ez egy jel lehet nekünk, hogy gyűjtsük a pénzt, mert valami nagy jön majd onlineba. Egyébként nincs meghatározva ugye, hogy a csatorna miről szól, tehát csak ilyen kis félmondatokból, ezért is nagyon mysterious, szóval ezért is nagyon rejtés ez a csatorna. Következő kép. Egy peyotit láthattok szintén megemelve, de ezen most nincs matrica bomba. A helyszín eléggé GTA 4-es nekem így a háttérben, a grafika nyilván el van torzítva, hogy ne legyen olyan feltűnő. Nem tudom, srácok, ez is egy ilyen artféleség. Egyébként nem tudok mondani, tehát lehet, hogy azt jelenti, hogy jön a Lowrider Peyote a játékba be. Na most ez is eléggé megmozgatott. Ugye már kiszivárgott az előző két Lowridernél is, vagy háromnál, ugye a Minivennél és a Sabre, illetve a mi volt a harmadik, a Tornádónál, hogy megtalálhatók voltak a képek néha frissítgetted a Benizon Original Motorworks oldalát. Na most itt is újdonság van, a Fukaru és a Chapelle nevezetű, bocsánat, nem tudom, hogy kell mondani, logók megtalálhatók lent ott alul a Benizon Original Motorworks oldalán, ami talán azt jelenti, sőt nagyon valószínűleg azt jelenti, hogy jön két új Lowrider, vagy olyan autó, amit a Benizon Original Motorworks-ben lehet majd átalakítani a játékba. Csak nem tudjuk, hogy mikor. Ez itt Franklin kocsijának az átalakítása. Nagyon alacsony az autó. Ha jól látom, a Los Santos Customs előtt áll, és van rajta egy durva szélesítés. Egyebet erre nem tudok mondani, eléggé effektelt, furcsa számomra. Ezen a képen egy emberkét láthattok, akinek rohadt jó grafikája. Szóval a játék ilyen pillanatban nem így néz ki, ilyen karakterre nem emlékszek a GTA-ből. Szóval lehet, hogy ez egy új GTA 6-os karakter? Nem tudom. A képekről ennyi. Nos, van nekünk egy Morse kódunk, illetve több, de most egyet fog nektek megmutatni csak egy pillanatra. Szóval van egy zöld, meg két piros kockánk, és közben halljuk a morzézést. Ennek a videónak is a komment szekciójában láttam a fordítást. Meg tudjátok nézni, hogyha akarjátok. Ez nagyon érdekes, ezek a morze kódok, illetve vannak olyan morze kódok, amik ugye képanyagok, szóval nem hangba halljuk, hanem vonal, pont, szóval így a képen. Arról is van egy érdekes történet, azt is el tudjátok olvasni. Angol tudás nyilván szükséges hozzá, hogy ezeknek a videóknak a kommentjeit olvassátok, mivel egy csomó angol komment van itt, de angolul le vannak fordítva ezek a morzék, mert vannak olyan emberek, akik értenek ezeken a morze nyelveken akár, vagy az a koreai, amiről ugye az előbb beszéltünk. Illetve még egy dolog, található egy sima, egyperces zene is fent a csatornán, ami úgy hangzik, mintha akár egy mint amikor vége van ugye egy játéknak, amikor mennek fel a nevek, nem is tudom ennek mi a neve, szóval endingnek a zenéje lehet akár, vagy egy küldetésnek a zenéje. Elképzelhető, hogy több zene is van egyébként, én ezt az egyet találtam. Ez az XXI folyamatosan töltöget fel videókat. Van, hogy ilyen kiszivárogtatásokat ugye van, hogy ezeket a kis filmeket, illetve mindenféle képeket, francos dolgokat. Na most, ha engem kérdeztek ezzel a csatornával kapcsolatban, én most jelen pillanatban úgy gondolom, hogy ez csak egy átverés. Egy darabig azt gondoltam, hogy ő tényleg egy kiszivárogtató. De azok után, miután elkezdte feltölteni ezeket a kis filmeket, azt gondoltam, hogy hát értem, szóval nem tudja már tovább hozni azt, amit szeretett volna, ezt a kiszivárogtatós hangulatot. Szóval elkezdett valami más csinálni, de most újabban megint visszatért arra, hogy kiszivárogtat. Ugye, amint kicsit kiakadtam a Monchiliádos teóriája, amit kirakott, mint a tény, ami igazából nem tény, csak ő azt hiszi, hogy tény, az megint olyan, hogy nem támasztotta alá, és ez engem zavar. Szóval, ha alá támasztotta volna valamivel azt, hogy ez tényleg csak egy vicc, azt mondom, hogy jó, de nem tette, szóval... Há, nehéz ügy.
Egy darabig tényleg azt gondoltam, amikor csak képeket rakosgatott ki, meg ezt a zenét, meg ilyeneket, hogy ő tényleg kiszivárgatott és figyel, de mára már kicsit furcsább. Ti nyugodtan írjátok meg kommentben a véleményeteket, hogy ez a csatorna igazából szerintetek valóban kiszivárogtat-e dolgokat a Rockstar-tól, vagy csak egy sima emberke, olyan, mint én, és leült a gépre, és úgy döntött, hogy akkor ő most kavar egy kis port a Rockstar és a GTA rajongók körében. Ez a videó ennyi lett volna. Tudom, hogy nem volt olyan, amire számítottatok, mint ízteleges videó, ez csak egy kis bemutató volt erről a csatornáról. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről, engem eléggé mozgat ez a dolog. Ha valami olyat rak ki, ez az XXII, ami említésre méltó, akkor arról szerintem mindenképpen fog csinálni videót, de ti is kövessétek és szóljatok rám, hogyha valami olyat láttok, amiről szeretnétek hallani a véleményemet. Bár nem mintha most akárul is hallottatok volna a véleményemet, most csak megmutatgattam, hogy mit találtó meg ezen az érdekes rejtélyes csatornán. Nos, ez a videó ennyi lett volna, én köszönöm a figyelmet, ha tetszett, és örülsz, hogy visszatértem az iszteleges videókkal, mert ugye ez még csak a kezdet, még csak a nyár kezdete van, akkor légy szíves, nyomj egy lájkot. Ha szeretnél még tőlem iszteleges videókat látni, vagy tetszenek a live-ok, amiket csinálok, legyél olyan kedves, iratkozz fel a csatornámra. Meg szeretném köszönni még egyszer a figyelmet. Komet voltam. Sziasztok! Azonban azt gondolom, tudni szeretnétek, hogy ennek mi értelme van, hogy összegyűjtsétek ezt az 50 darab, illetve lefényképezzétek ezt az 50 darab majom fejet. Több dolgot is kapunk végeredményben, miután megcsináltátok az 50 darab lefényképezést.